érteni. Elég ránézni Terry-re, hogy elöntse a bűntudat. Ó, mi van ott? Ő tudja, milyen érzés volt ott lenni, amikor nem tudta kihozni Terry-t. Rágondolni is rémes, mi játszódhat le ilyenkor egy emberben. A saját gyermekét nem tudja kimenteni a tűzből. Az eset után leültünk, és elmondtuk, hogy nem hibáztatjuk őt, és ugyanúgy szeretjük. Terry anyja 2 éve sem a lányát, sem a család más tagjait nem látta. Az elején még tartottuk a kapcsolatot, bár nem volt az igazi, de legalább volt valami kapocs. Később ez is semmivé vált. Küldtünk Julie-nak születésnapi meg karácsonyi üdvözlőlapot, szöveges üzeneteket, de sosem kaptunk választ. Mi nyitva hagytuk számára az ajtót, nem csak mi ketten, hanem az egész család. De ő nem akar kapcsolatba lépni velünk. Teljesen elvágott minden köteléket. Itt van nekünk Terry, de ugyanakkor a lányunkat elvesztettük, és ez nagyon szomorú. Most pedig főzőcskézni fogok. Tud az anyjáról, de még nem kérdezősködik felőle. De ahogy egyre nagyobb lesz, biztos felteszi a kérdést. Mi történt? Hogyan történt? És hol az anyám? Az anya távozása után Terry és apja bizonytalan jövővel kényszerült szembenézni. Hello! Na, hello, mi újság? Paul Carlsbert egyedülálló apa. Lánya 2 évvel ezelőtt egy tűzben rémesen megégett, így fel kellett adni a raktárosi állását, hogy gondozza a kislányt. Szerencsére számíthat a terapeuták, szociális munkások és ápolók segítségére. Miért kell ilyennek lennie a víznek? Mi van, ha túl forró? Megéget. És ha túl hideg, akkor mi van? Léba bőrös leszel, ugye? A csoportból valaki hetente 2-szer jön el ide, hogy segítsünk egy kicsit Paulnak. Amit mi csinálunk, az neki mindennapos munka itthon. A fürdő fontos dolog, mert segít tisztán tartani a testét. Eltávolítja az elhalt bőrkinövéseket, megtartja a nedvességét és állagát. Kicsit felmelegítem, hogy ne legyen hideg a hátadnak. Azt nem szereted, ugye? A megégett bőr, ha kiszárad, nagyon viszket. Terry ilyenkor a kesztyűjével vakarja meg. Emiatt a bőre kisebesedik és vérezni kezd. Mindenképpen szeretnénk megakadályozni, hogy elfertőződjön, hiszen akkor az egész bőre veszélybe kerülne. Most meg az orrodat is? Jól van. És mi ez itt a szádnál? Az időjárással is vannak problémák. Terry nagyon érzékeny a hidegre. Nagyon vékony a zsírréteg a bőre alatt. Nyáron viszont a bőre nem érzi meg a hőséget, így rendkívül gyorsan leég. Ezt nézd meg! Fel. Lássuk, mit kell tennünk. Ezek a problémák egész életében végig kísérik. A bőre mindig különös gondoskodást fog igényelni. És lesznek idők, amikor még újabb gondok bukkannak fel. Még hosszú évekig további műtéteket kell végrehajtani rajta. Paul számára könnyű lenne egyszerűen magára hagyni, hiszen ilyen fokú gondoskodás bárkit a végletekig kimerítene. Ez a szuper, megcsípted!
Nem szoktam kimutatni az érzelmeimet. Sírtam, de nem annyit, amennyit lehetett volna. Időnként elmegyek bowlingozni. Ott vezetem le a feszültséget. Próbálom kizárni magamból a rosszat. Mindig csak arra gondolok, hogy holnap már jobb lesz. Ez a legfontosabb. Erre koncentrálok. Hogy holnap egy jobb nap lesz. Paul sokkal többel birkózott meg, mint amit elvárhattunk volna tőle. Ilyen helyzethez mindenki másképp viszonyul. Keresel nekem egy másikat, ilyen lilát? Szerintem hosszú ideig én kezeltem a legrosszabbul. Mi van a kezedben? Még mindig nehezen mozdulok ki vele, mert látom magam körül az emberek pillantásait. Banán is kell. Segíts a nagyinak. Várj csak, Terry, várj meg. Ó, Istenem. Talán rosszul teszem, hogy figyelem az emberek arcát. Meg sem kell szólalniuk. A szemükben látok mindent. És ez nagyon nehéz. Van, akinél sajnálatot látok. De van olyan, hogy belenézek a szemébe, és nem tudom, mire gondolhat. Ez rémes. Nagyapa előveszi az edényt, és ezt mind beleszórja. És felmelegíti. Felmegy az ég felé. A füst, igen. Azt hiszem, minden nap szembesül azzal, hogy ő más, mint a többi kislány. Amikor először ránézel, beleborzongsz. Lehet sapkát tenni a fejére, de az arcát nem takarhatod el. Csak abban bízhatunk, hogy a társadalom változik, és a jövőben máshogy fognak nézni a fogyatékkal élőkre. Jó lenne elhinni, hogy ha Terry egyszer majd lemegy a boltba, az emberek nem a szörnyű külsőt látják benne, hanem a benne lakozó aranyos kislányt. Gyere ide! Te gyere! Én nem megyek! Na, gyere már! Gyerünk! Mit fogtok ma csinálni az iskolában? Valami borítékot készítünk. Borítékot. Több mint egy tucat nagy műtét után Terry eléggé meggyógyult ahhoz, hogy 4 éves korától iskola előkészítőbe járjon. A lány és apja számára is feszült időszak következett. Az iskola a legnagyobb próbatétel, amire eddig sor került. Az első hétvégén már idegroncs lettem, hisz még sosem került ilyen helyzetbe. De megtanultam, hogy el kell engednem. Az elején a széltől is óvtam, de hagynom kell, hogy boldoguljon. Egy puszi. Köszönöm. Szia. 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 Főleg amiatt aggódtam, hogy fogadja őt a többi gyerek. Soha nem lehet tudni, mit szól egy kicsi a másikhoz. Még egy átlagos gyereknél sem lehet kiszámítani a reakciót. Mindannyiunk számára új tapasztalat volt. Terry külseje foglalkoztatja őket, de szerintem még nem képesek megfogalmazni a gondolataikat. Csak tudatában vannak, hogy más, mint a többiek. Voltak, akik attól féltek, hogy egy tűzben velük is hasonló dolgok történhetnek, akár otthon is. Sokszor elmondtuk, hogy ez egy véletlen baleset volt, ami nagyon ritkán fordul elő. A gyerekek a kezét is látták, hogy nincsenek rajta ujjak. Azt hiszem, ez a legfurcsább számukra. Erről szoktak kérdezgetni. De úgy tűnik, lassan ezt is megszokják. Nézd csak itt! A terapeuta eljött Chelmsfordból, és beszélt az összes szülővel. Megpróbálta elmagyarázni, hogy Terry súlyosan megsérült, de ettől még egy teljesen normális lány belül.